Nagy öröm újra a kék szalagot, ezt a nagy hagyománnyal rendelkező eseményt támogatni. Amikor tavaly itt ültünk a 48. kék szalagon, akkor elárultuk azt is, hogy mi készülünk a saját kék szalagunkra, ami egy az elmúlt 10 évben a legnagyobb banki tranzakció volt Magyarországon. A Citibankot vette meg az Erste Bank, a lakossági üzletágat. 200 ezer új ügyféllel, több mint 200 milliárd ügyfélvagyonnal, a második legnagyobb lakossági szereplővé váltunk, tehát ez egy nagy próbatétel volt nekünk. Szeretjük ápolni azt a múltat, amit kaptunk, hiszen az Erste 200 éves. A kék szaladban az a jó, hogy sosem egyforma. A technika, a benne lévő szereplők, az újítások, az ötletek, a csapatok, az összetételük, a tudás mindig fejlődik más és más, merítve a múltból, és a jövőbe mutatva. A szalag az maga egy legenda, mindannyian tudjuk. Minden vitorlázónak szíve vágya, hogy újra megméretkezzék, és ezen a fantasztikus versenyen részt vegyen. Öröm nézni, és nem fáj a szívünk, amikor a katamaránok is a nálunk sokkal gyorsabb hajók elmennek, hiszen ez fantasztikus látvány, és a világ fejlődését nem lehet megállítani, és nem is szabad. A meteorológia olyan, amilyen tavaly dacára annak, hogy elég borúsak voltak az előjegyzések, maga a verseny fantasztikus volt, életemben először világosba értem be, ez nem valószínű többször elő fog fordulni az én hajóval. A 49. kékszalag Erste World nagydíj július 6-án 9 órakor rajtol Balatonfüredről. A tavalyi gyakorlathoz hasonlóan az északi szektorból fog rajtolni a többtestű csapat. Én azt gondolom, hogy ez tavaly bevált, nagyon-nagyon látványos az esemény a Balatonfüredi mólóról, illetve a VIP hajóról. Új fejlesztéssel az Antenna Hungária a Naubit segítségével fogja közvetíteni GPS nyomkövetőkkel a versenyt. Ugye tavaly elkészült az új arculat, amit az Erstével együtt mutattunk be, és gyakorlatilag Erstésítettük is, és azt gondolom, hogy nagyon tetszik mindenkinek. Ezt most idén egy picit kiegészítjük, itt ezen a vitorlán látható egy kis rajz. Ez a rajz, ez az Autistic Art-nak a autista gyerekeknek a rajzából készített nyomat, tehát szeretnénk idén is társadalmi felelősségvállalásban együttműködni alapítványokkal, és idén az Autistic Art lesz a partnerünk. Nagyságrendileg most már 10 000 ügyfél bízta ránk a pénzét, ez egy nagyon nagy érték, egy hatalmas nagy bizalom, és körülbelül 230 milliárd forintnyi vagyont kezelünk csak nekik. A teljes kezelt vagyon a kiemelt szegmensek most már 1000 milliárd forint körül van, és ez majdnem 50 ezer családot jelent. Tényleg szeretnénk hosszú távon együttműködni, és az első év az abszolút beváltotta a várakozásokat. A sikeres emberek és az erős teljesítmény kényszerű emberek, azt gondolom, hogy benn vannak a vitorlázók között is, és benn vannak a mi ügyfélkörünkben. Lesz az idei évben, és remélem az idei évtől, 4 érték nagykövete is az Erste World-nek, akik közül hajózáshoz finoman szó erősen kötődik Cittel Lajos és Déri Attila. Azért választottuk őket, és nagyon örülök, hogy elfogadták a felkérésünket, mert ezt a két világot külön-külön meg tudják jeleníteni. Folyamatosan készülnek majd fotók a hajókról, nappal is, és az ersteworldclub.hu-n lehet majd ezeket elérni. Illetve a vitorlás téren majd Kolman Andrásnak, akivel nagyon erős együttműködésben vagyunk, fotókiállítása fog megnyílni, ahol megpróbáljuk ugye a kétarcúságát bemutatni a versenynek, a klasszikus régi hajókat és az új szágoldó csodákat. Mi azt gondoljuk, hogy mind a kettőnek helye kell, hogy legyen a versenyen, és azt gondoljuk, hogy amennyire az ügyfélkörünk is nagyon színes, itt a versenyzői körbe is ez egy nagyon-nagyon komoly értéket ad.